Az első helyezett fogadta az utolsót, és a Kisvárda ennek szellemében is kezdte a meccset. A vendégek azonban jól védekeztek, de a hazaiak oda-oda értek a kapu elé, Lukács például 2 percen belül 2 lövéssel vétette magát észre. A legnagyobb lehetőség mégis a vendégek előtt adódott a félidő végén, Jelen a lövését a kapufa mentette. A 49. percben megszerezte a vezetést a Kisvárda, egy baloldali szögletet követően Lukács elé került a labda, ő pedig 1 méterről nem hibázott. A 61. percben ismét gólt ünnepelhettek a hazai szurkolók egy szép támadás végén, Ilis tálalt Oltán elé, aki kilőtte a kapu jobb alsó sarkát. 8 perccel később bebiztosította győzelmét az Illovas, Délceg labdájával Lukács lépett ki a védők között, és a kapust is elfektetve gurított a hálóba, megszerezze saját maga 2., csapat a 3. találatát. Erről beszéltünk a mérkőzés előtt is, hogy nagyon fegyelmezetten kell futballozni, nagy akarattal, tehát egy pillanatnyi lazaság sem történhet a mérkőzésen, és türelmesen kell játszani. Mert előbb-utóbb meg fog jönni, erről beszéltünk félidőben is, hogy megvoltak a lehetőségeink első félidőben, de ott kicsit pontatlanok voltunk, elkapkodtuk azokat a szituációkat, amiből gólt szerezhettünk volna, és azt beszéltük a félidőben, arra hívtam fel a játékosok figyelmét, hogy menni kell tovább, őrölni kell fel az ellenfelet, viszont nagyon hideg fejjel. Tehát ne nyíljunk ki hátul, nehogy véletlenül gólt tudjanak szerezni, és nehézé tegyük a saját magunknak a mérkőzést, és bíztam abba, hogy gólt fogunk tudni szerezni, vagy gólokat. Az, hogy 3-at sikerült lőni, már lehetett volna még több is igazából, de ne legyünk elégedetlenek, 3 gólt rúgtunk, magabiztos volt, tulajdonképpen első fél időben kicsit megnehezítették a dolgunkat az ellenfél játékosai, de a második fél időben felöröltük őket, és úgy érzem, hogy sima győzelmet adtunk. A vendégek edzője elismerte a hazaiak győzelmének jogosságát, saját csapatát pedig a küzdőszellem hiánya miatt bírálta Szanyó Károly. Majdnem, hogy számunkra hízelgő az, hogy 3-0 maradt a vége. Értetlenül állok a dolgok előtt, mert 45 percen keresztül valóban én úgy gondolom, hogy tudtuk tartani a Kisvárdát, sőt a kontráikból voltak lehetőségek, és rúgtunk kapufát, de már az első fél időben is van hiányérzetem, mert megmondom őszintén, hogy ezt a játékot futás, sprintek nélkül, akaraterén nélkül nem lehet játszani. A Kisvárda sorozatban 5. győzelmét szerezte, így érthető, hogy jó a hangulat a csapat öltözőjében. Nagyon örülünk, hogy minden hétről hétre tudunk nyerni. Nagyon jó hangulat az öltözőben, mindenkivel, olyan vagyunk, mint egy kis család, és reméljük, hogy ez a széria minél tovább ki tud tartani. A forduló további eredményei a következők: Győr Békés Csaba 0-1, Moson-Magyaróvár Vác 0-0, Sopron-Szolnok 0-4, Grosics Akadémia Budaörs 3-1, Kazincbarcika Nyíregyháza Spartakusz 2-2, Soroksádorok 2-1, Siófok Gyirmót 1-2, Zala-Egerszeg Ceglét 2-0 és MTK Budafok 4-1. A tabella élén a Kisvárda áll 16 ponttal, megelőzve a szintén 16 pontos MTK Budapestet. A várdaiak szombaton Cegléden lépnek pályára.